Majdnem teljesen megtelt a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ. Az ünnepi beszédet Nagy János, miniszterelnöki irodát vezető államtitkár tartotta. Azért jöttünk össze ma délután, hogy fejet hajtsunk 1956 hőseinek, mártírjainak és áldozatainak emléke előtt, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Tisztelettel állunk meg és gondolunk felmenőinkre, szüleinkre és nagyszüleinkre is, akik végigküzdötték és végigküzdötték a világháborút, túlélték az 50-es évek reménytelen nincstelenségét, a bedeszkázott égboltot, de elérték azt, ami a magyar élet egyik legfőbb törvénye, túléltek. A Völgység és annak fővárosa, a Percelek városa, Bonyhád különleges hely, mert itt, mint Csebben a tenger, érezhető az 1000 éves magyar történelem utolsó 100 évének minden áradása. Mert hogy gyakran kiáradt a történelem, a magyar történelem folyama, és bár előbb vagy utóbb visszatért a medrébe, rombolásának nyomai megmaradtak. Az elmúlt 100 évben a történelmi áradat sok-sok Völgység és Bonyhádi családot sodort magával. Sokakat barbár módon náci haláltáborokba, ahonnan már nem térhettek haza. Sokakat a Málenki robot révén a dicsőséges felszabadító Szovjetunióban rabszolgálnak, és sokakat egy újabb embertelen aljasság és sátáni kegyetlenség tanúbizonyságaként a porigrombolt, háborút veszített, tartásában és önbizalmában megroppantott Németországban. Nagy János megemlékezett Bonyhád hősi halottjáról, akit 19 évesen ért a halálos lövés. A békésen fegyvertelenül felvonuló embereket sok városunkban a kivezényelt karhatalmisták sortüze fogadta. A budapesti Kossuth tér, Mosonmagyaróvár, Debrecen, Miskolc és Esztergom terei ártatlan embereik holttesteivel teltek meg. De Bonyhád is gyászolt. Gyászolta Domokos Piuszt, azt a 19 éves fiút, akit életmentés közben ért a halálos golyó, és aki betöltötte a krisztusi parancsolatot, életét adta a barátaiért. Az államtitkár kitért 56 máig tartó hatásaira. 56 őszén a magyar nemzet a legszebb arcát mutatta, melyre most, 67 évvel később, okkal és joggal lehetünk büszkék. A magyar név újra szép lett, méltó régi nagy híréhez. A világ pedig láthatta, hogy a kommunizmus és a Szovjetunió nem legyőzhetetlen, sőt, olyan sebet kapott, amely nem fog beheggedni soha. Nagy János kifejtette, 1956 szellemisége a mai generáció számára is fontos kötelezettségeket jelent. A mi küldetésünk ma is ugyanaz, mint 1956-ban volt. Fényt kell gyújtanunk a sötétségben. A béke, a józanság, a szabadság és a politikai higgadtság fényét. Olyan értékekét, amelyeket mi azért tudunk hitelesen képviselni, mert nem ajándékba kaptuk, hanem drága véren szereztük meg őket. Nagy-nagy tüzet kell hátraknunk. A szabadság és a függetlenség őrtüzét, hogy lássák mindenhonnan, Európában és a nagy vizen túlról is. Ahogy az egész világ látta és csodálta 56 őszén a magyar nemzet szabadságharcán. Emlékezzünk és emlékeztessünk, soha se feledjük, ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak. Gloria victis, dicsőség a hősöknek, Isten óvja Magyarországot. A megemlékezésen már hagyományosan átadták a Boros Dezső díjat. Idén Baróti Árpád válogatott röplabdázó vehette át az elismerést. Hadd mondjam el, hogy mennyire jól esik, hogy szülővárosom Bonyhád elismeri az eredményeimet. Köszönöm Filóné, Ferenci Bolya polgármester asszonynak és a képviselőtestületnek a díjat. Nagyon szépen köszönöm. Az ideig vezető út hosszú és kemény munkával járt, amit egyedül nem is sikerült volna bejárnom. Így ezúttal is szeretném kifejezni hálámat a szüleimnek és kedves páromnak. Nagyon szépen köszönöm. Kik vagytok ti? Ezzel a címmel mutatták be a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói a forradalom tiszteletére készített műsorukat. Az ünnepség fáklyás felvonulással és koszorúzással zárult.